Az atomerőmű Ese és a Kecskemét férfi NB1-es kosárlabda csapatai évek óta kijelezett mérkőzéseket játszanak egymás ellen a különböző sorozatokban. A honi bajnokság 20. fordulójában sem volt ez másként, a paksiaknál Dán hiányzott. A találkozó első 10 percében fejfej mellett haladtak a csapatok, már ekkor nagy küzdelem alakult ki minden dobóhelyzetért és minden lepattanóért. Tóth Ádám, Eilingsfeld és Watkins volt pont erős a hazaiaknál, a túloldalon megoszlottak a pontok. 22-18-ról kezdődött a második etap, melyben sokáig nem esett találat, majd Robinson dobott triplát. Támadásban maradt az Ase, közel 10 pontos előnynél a rivális edző Majkovics kért időt. A pauza után magára talált a KT-je, Gyerasimovics és Ivosev révén fokozatosan faragta hátrányát. Robinson vezérletével aztán újra megugrott az atom, de ezt a fort sem sikerült megtartania a nagyszünetig, a játék részt Egára hozta a Kecskemét. 40-36 állt a táblán a nagyszünetben. A térfélcsere után újra paksi percek következtek, a hektikusság azonban folytatódott. Ivosev és társai ismét belelendültek, a piros-kékek görcsösen játszottak. Ez a szakasz is 18-18-al zárult. 58-54-ről kezdődött a záró periódus. A forgatókönyv maradt ugyanaz, mint korábban, ha a Paks távolodott, a KT-je utolérte ellenfelét. A hajrát párpontos hazai előnyről kezdték a felek, melyben Robinson előbb Tóth Ádámnak, majd Barnesnak adott tökéletes paszt, a saját gyűrűjét pedig jól őrizte a vendéglátó, így eldőlt a találkozó. A végeredmény atomerőmű Ese, KT-je Duna Aszfalt 77-72. A piros-kékek 20 forduló után 16-4-es mérleggel vezetik a tabellát. Egy jó férfi kemény mérkőzés volt, végre ez a néhány dobást kihúztunk, Paks győz, további sikert kívánunk neki, és tényleg mi fordulunk a következő mérkőzés, Nyíregyháza ellen otthon még játszunk, még lesz nagyon fontos nekünk az év. Hát tulajdonképpen arra számítottam, amit kaptunk. Nagyon kemény mérkőzést vártam, főleg ugye milyen problémáink voltak a héten. Voltak olyan szériáink, amikor el tudtunk lépni talán kétszer is, de nem igazán tudtuk megérezni azt a gyilkos ösztönt, hogy még rátegyünk egy lapáttal, de erről nagyon sokat tett az ellenfél is. Igazi harcos meccset játszottunk, benne a palánk alatt is eléggé kiélezett volt a küzdelem. Sajnos a mi játékunk szerintem még messze van attól, amit igazából tudunk. Elég régóta nem tudunk együtt készülni folyamatosan, mérkőzésen, mindig van valami. Most jelenleg én bajlódok egy sérüléssel, ami sajnos nem múlik, de remélhetőleg jobb lesz. Ugye a Krisz se volt, úgyhogy ezen változtatnunk kell, hogy igazán csapatként tudjuk játszani, mert szerintem nagyon sokat számítana, hogy 5-5 ellen tudnánk készülni végre, legalább egy-két hétig.